Hát nagy lehetőség előtt áll Rainer Sturm, az osztrákok versenyzője, mert ha legyőzi a most következő mérkőzésen Brad Claydont, akkor James Wade-del is játszhat egy jó meccset szombaton. Fog játszani szerinted tovább, Jücs Sturm? Nagyon nehéz bármit is mondani erről a találkozóról, mert azon túl, hogy Claydon és Sturm soha nem játszottak egymás ellen, igazán sokat egyikükről sem lehet tudni. Tehát Claydon sem az a játékos, aki folyamatosan premier plánban van, nagyon ritkán lehet vele találkozni, és ugye ilyen szempontból mindig kérdés is az, hogy milyen pillanatnyi formában van. Amit biztosan tudok mondani, hogy a március 18-ai selejtezőn Jamie Hughes-t, illetve Ricardo Pietreczkót verte 6-3-6-3 arányban. Győzelem nem hangzik rosszul. És ráadásul 100,57-es átlagot hozott azon a találkozón. Pietreczko ellen 92,23 is elegendő volt. Úgyhogy nem játszott rosszul a selejtezőn. Ezzel szemben Rainer Sturm a tegnapi napon az első meccsén a 32 között Stefan Taferner ellen dobott egy 87,38-at, majd utána Peter Hubinger ellen 70,9-es átlag volt egy 5-0-ás meccsen. Azzal nyert, igen, mert Hubinger 59,29-et dobott. Az női meccsen is James lenne. A negyed döntőben pedig Nico Langer győzte le 5-2-re, ott 73-93-as átlaga, amiközben Nico Langer 69-48-at dobott. Tehát nagyon nem volt szüksége többre. Úgyhogy azért mondom, azért nehéz, mert mind a ketten nagyon sötét lovak ilyen szempontból. Sose lehet tudni, hogy mi durran el náluk éppen is szaladt ki a kezükből, de megmondom őszintén, hogy nem ettől a mérkőzéstől várom a darts újra feltalálását. Azért Brad Claydon top 100-as világranglisták tekintve. Ez így van. Ugye Sturm nincs ott. És azért az angol járja a Player Championship versenyeket is. Váltakozó sikerrel. Inkább több a vereség, mint a győzelem. Igen, ugye a felső ágon vannak, ha valaki tovább is csoda folytán megverni Wade-et, akkor a következő valószínűleg Michael van Gerwen lenne. Nem egy egyszerű nem. Ág. Nem is egyébként Sturm esetében is, amit így találtam róla, hát ugye a Facebook profilját nézegettem én is, ő is inkább a soft szakákban jeleskedik. 100. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy főleg a számolás részével, hogy mennyire tudod odafigyelni arra, ugye volt a mai nap folyamán már példa erre, hogy elszámolásokkal körelőnyt adtak az ellenfélnek egyes játékosok. Egész jó, és a 110. Hát nem is volt ez csúnya. Nem bizony. 110-ről. Sturm. Ugye viccelődtünk itt a meccs előtt, hogy mit jelent az ő neve. Esős vihar. Esős vihar. Hát ezt viharos gyorsasággal hozta az első leget, és ami fontosabb, hogy elvette Claydonnak a kezdését. Hát vigyázni kell, hogy nem Clayton, hanem Claydon. Tehát... Claydon, igen. És egyből rázendít a gráci publikum a Zuparajna rigmusra. Százas. Az elcsúszott az egyesbe. 83. Az biztos, hogyha megnyerné az osztrák ezt a találkozót, akkor a én személy szerint a Sturm und Drang kifejezésnek a jelentését újra értelmezném. 43. Egy tripla jön. 96-os. Na, ne ásítozzunk, messze még a vége. Vagy ez nem ásítás lett, akart volna lenni? Egy rozmár jelmez volt, és én ezeket már nem tudom a rozmárt akarta követni. Imitálni nekünk a fiatalember. Nagyon jó. 140.
Mini Egérnek a masnia. Tényleg. Na és most megjön a tripla Sturmtól is. 100-as. Nekem kicsit úgy tűnik, mint a néha még flagmán dobnál a nyilait Sturm. Nincsen meg a 122-es kiszálló, marad a 25 pont. 158-ra. Hármas. Hát, nincs ebben flagma se igazából. Ez a stílusa. Igen, tehát ő is nagyon, nagyon rámozdul arra annyira. De hát nyilván ez van neki begyakorolva. Dupla 8 és jó. Egyenlít az angol. Ugye nincsen Adrian Smith a mezőnyben, nincsen Michael Smith. Adrian Lewis-ra gondoltál szerintem. Adrian Smith-t mondtál. Adrian Smith az Iron Maiden gitárosa, úgyhogy megbocsátom őket. Ő sincs itt. Na hát akkor hazudtam. De hát azért bőséggel lesz még itt angol majd a folytatásban. Ugye Reed Wright-tal játszik, ez már biztos a felső ágon. Rob Cross ellenfele majd szombaton Josh Rock lesz. Cross kontra Rock, az milyen jó. Jó hangzik. Ha nem tudnánk, hogy milyen eseményen vagyunk, akkor lehetne akár egy pankráció mérkőzés is. Igen. Igen. 43. Hát vagy így egy heavy metal koncert. Az nem, az ötös. 45 mindössze Claydonnak. Igen, hát milyen érdekes ugye, hogy egy osztrák van ezen a mérkőzésen, mégis a közönség elcsendesedett, ugye ez úgy okát? Igen. Elég késő van már. Vagy lehet, hogy tartalékolnak az utolsó mérkőzésre, ahol jön majd a másik nagy kedvenc, Robbie Rodriguez. Robbie John Rodriguez, igen. Labanauskas ellen. 41. Csak 41. Hát igen, azért Sturm átlaga mindössze 75-ös. Az angolé 84. 81 pontod van. Tripla 19 a játék, vagy tripla 15. Szép. Tripla 19, 132-vel marad a 24 pont. Sturmnak kettő tripla kellett volna mindenképpen, de így már az is kevés lenne, hiszen szektorhibának köszönhetően nem jöhetett le reálisan kiszavát. Ez a leg, ez nagyon, nagyon haloványra sikeredett Sturm részéről. Mind a hármat elrontja Claydon. Na akkor így legalább a hatodik körben valami értékelhetőt dobjunk. Oh. Az még nem az. De eléggé karcsú. 41, 43, 83, 41, 42, 41. Ez a sorozat a Reiner Sturmnak ebben a legben. 71-06 az átlaga. Talán eddig leggyengébb. És megvan végre ötödikre Claydonnak. 2-1. Claydon vezet, de mondjuk ezzel a teljesítménye azért nagyon nem ijesztette meg James Wade-et eddig. Tehát várja, ennek nyerhet Sturm is. Fussunk neki még egyszer, tehát James Wade-et meg lehet ijeszteni? Hát figyelj, egy sötét sikátorba. Hát de itt most dartsról beszélgetünk, nem sorozatgyilkosságról. Egyébként meg vigyázz el, hogy mit beszélsz, mert Molnár Laci árgus fülekkel hallgat. Hát, minket. Szeretem, mert ilyenkor alszik. Ki van zárva? Készül a holnapra. Ki van zárva? Délután vele leszek. Az igazak álmát alussza. Olyat még nem hallottam, hogy a hazugok álmát alussza valaki. 140. Csak 60. Hát komoly krízisben van most Reiner Sturm játéka.
Az a baj, hogy nem csak a játéka van komoly krízisben, hanem mi is jelen pillanatban. Mert... Mi volt eddig a mai legkisebb átlag? Akár győztesnek, akár vesztesnek, inkább vesztesnek. Ezt meg tudod nézni? Minden. De most itt... 68,4-nél itt van, jelenleg. Itt van nálam minden kéznél. A kisokos. A kisokos. Jó, a legalacsonyabb átlag, amivel mérkőzést nyertek ma, az 79,71 volt, ennyit dobott Patrick Gossnak Ian White ellenében. Igen. És a legalacsonyabb átlag, amivel mérkőzést vesztettek, az 76,82, ez Barry Van Peer dobta, de nagyon szorosan követi őt Tony Martin, ez a 77,28-al. Tehát egyelőre őket is bőven alulmúlja Storm. Igen, és hogy azért beszéljünk a pozitívumokról is, konkrétan az előző mérkőzésen Karel Sedlacek, 95,4-es körátlagával a legmagasabb körátlag volt a kieső játékosok között. Tehát aki előtte 13 játékos kiesett, senki nem dobott ilyen magas körátlagot, mint Karel Sedlacek. És egyébként a... Ezt nem akarja hallani szerintem. Nem, és egyébként, hogyha mondjuk még azt is megnézem, hogy a nyertesek közül az eddigi 13 nyertesből azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 játékosnál is jobb volt a körátlaga, tovább jutó játékosnál. Claydon is szenved, de hát nehéz elképzelni, hogy megváltozna a meccsképe. Ő is 80 alatti átlagnál van. 45 mindössze Sturmnak. Mindig van lejjebb. Ott lent a hármas például. Dupla 16. Na végre. 3-1. És Claydon kezdhet. Jelen pillanatban Sturmnak 65,67 a körátlaga, 68,25-ös első 9 nyíllal. Claydonnak 77,67 a körátlaga, 89,75-ös első 9 nyíllal. Legalább egy triplót jön. Röviden, tömören összefoglalva, láttunk már ennél jobb mérkőzéseket. Akár ma is. És fogunk is ma még. A Labanauskas Rodriguez meccs tuti, hogy ennél jobb lesz. Hát bízunk benne legalábbis. Nem jön a tripla. Claydon valamivel összeszedettebb. 120. Lent van kiszállón. Ne bújjon el, kisasszony. Igen, önt veszi a kamera. 180! Hát ezt nem hiszem el. Jó. Az első az egész mérkőzésen. Sponsturmé. Nem lesz meg a 147-es kiszálló. Kerekítés meg lehet 16-ra, tripla 17 a játék. Tripla 2 lett belőle. És egyébként Laci életjelet adott magáról. Tényleg? Igen, mondtam én, hogy ébren van. Szerintem félállomban nézi. Szívja magába a infókat. Reggie requires 61. Na, 61-ről az angol. Megvan a 25-ös, dupla 18, dupla 9. Megvan. Megoldja. Megvan. 4-1. Hát az ő kiszállózása is olyan, amilyen. 27%, de ez is egyelőre elég ahhoz, hogy maga biztosan vezessen. Az biztos, hogyha Sturm magyar lenne, akkor a helyében nem olvasnék Facebookot a... az elkövetkezendő napokban. Azt hittem, azt akarod mondani, hogy a Sturm magyar hangja ki lenne. Nem. Hát innen nem hiszem, hogy Sturmnak van visszaút. Továbbra is 70 alatti az átlaga. Szétszórtan játszik. Tripla 3. 68.
68-as kör. Igen, és hát nézd meg, temetői csöndben figyelik az osztrákok a persze, hát saját kedvencük mondani vergődését. Most egy 69-es átlagra. Én személy szerint örülök, ha annyit tudok dobni. Tehát... És emlékszel, ha jól nem, azt mondom, egy dupla 15-tel ment ki az első. Egy 110-es kiszállóval indított. Gyönyörű kiszállóval kezdett, és azóta gyakorlatilag semmi. Igen, itt láthatjuk is, hogy azóta rá se dobott a duplára. Egy esélye volt, azt köszönjük szépen, kihasználta. Na, egy tripla. Még egy. 125. Sem rossz. 150 pont. Oh, 133 marad a 178. Mivel nincsen kiszállunk Claydon, ezért a 150-re 6 nyila lesz Sturmnak. Úgy néz ki, hogy szükség is lesz rá. Á, 40 mindössze. Á, az előbb már megoldotta a 110-et. Igen, ez igaz. De hát ha megint megcsinálját, 110-et vitus táncot járok a monitor körül. Igen. De most átváltott a 18-asra. És végül dupla 20-szal kerekített le 32-re. Nem volt csúnya így. Hát bízva abban, ugye Claydon nem csinálja meg ezt. Nem csinálja meg a 150-et. Csak 58. Dupla 16, tehát a 4-2-ér. Ott van. Ott van. Jó régen nyert leget, még a legelsőt. Udvarias taps fogadja ezt. 54. És így végre 7-es van az osztrák úr neve mellett, tehát 70,82 az átlaga. 58. Hát igen, nem az a mérkőzés, amiről mondjuk 5 év múlva beszélni fogunk. Emlékszel arra a Claydon Sturm csatára Grazban? Nem holnapra, kilépek a stúdió ajtaján, már addigra el fogom felejteni szerintem. Nem akartam túlzásokba is. Ebben semmi túlzás nincsen. Én azt mondtam a meccsen, hogy nem most fogják újra feltalálni a dartsportot. Ebben legalább igazam lett. De ez... Jelen pillanatban nem éri el azt a szintet, hát, ami miatt az ember egy PDC versenyt leül megnézni a tévé az elé. Az igazság, hogyha így játszanak, bármelyikük megy tovább, akkor 15. azt gondolom James Wade párás szemüveggel is megveri őket. Szagyja, hogy párás szemüveggel, hátra kötözött bal kézzel, jobbal dobva két nyillal. Tehát... Nagyon élsz. 140. Claydon. Amikor elkezd belőlem kijönni a szarkazmus, akkor ott már valami eltört. Úgyhogy itt most bennem eltört valami. Utolsó meccsen megpróbálom összeragasztani. Emlékszem, amikor Sturm megnyerte az első leget, azt mondta, hogy viharos kezdés. Ez most mi? Szélcsend. Nem ez a vihar után maradt pusztítás. 54, 72 maradt Claydonnak, Sturm 237-ről kellene egy tripla legalább. Jó 39-es. Igen, még egy 16-os. Kipattan. Jó, akkor megfelezi. És az a szörnyű, hogy belefért az idejébe, Sturm 5 kör alatt 198-ra tudott lejönni, tehát még van ideje Claydonnak erre a dupla 20-ra, így is. 92, marad a 106. Jó helyen van az első nyíl.
nem sikerült azonban. Nehogy meglepje őt, Rainer Sturm. Hát nem csak őt lepné meg, hanem engem is. Tripla 18, nem jön össze, vissza tripla 20-ra. Ezt most. Jó, már mondjuk 68-szor végül is igen, tripla 16-tal lehet maradni dupla 10-re. Na, dupla 5. Egyes. Egy. Jó, éppen hagy. És meg a dupla 2. Dupla lett. Még jó lehet. Mansour a feladat, dupla 14. Meg is beszéli, igen. És megcsinálja, figyeld. Hát persze a Mansourt, hazai pálya. Hát ez hihetetlen. 4-3, 4-1-ről. És ő kezd. Nehogy meglepje Claydont. Nehogy meglepje és elvigye a meccset. Gyönyörű kezdés. Hoppá. Szétesett most Claydon. 21. Láttad a Robin Hood a Tolvajok Fejedelmet című filmet? Több kiadásban is, persze. Akkor légy szíves, szerez nekem egy kanalat. Azt sejtem, hogy mire gondolsz. Érted az analógiát, ugye? Igen. Jó, oké. Okay. Ne bántjuk őket. Én nem bántom őket, csak egy... Tehát olyan jó lenne valami okosságot, bölcset mondani, de erről... Tehát 73-as meg 70-es átlagról nagyon... Tehát lehet ezt akármilyen úton csűrni, csavarni, tupírozni. Figyelj, de... egy biztos, Rainer Sturm kiszállózása 75%. Na, az pozitív. 4/3, tehát az világklasszis számadat. Ugye? Mert azért csettintene már ki. Tessék, csettintettem. Úgyhogy most már közeledünk a meccs végéhez, legalábbis remélem. Hát, figyelj, ott tartunk, tehát jelen pillanatban 8 perce játszik egymás ellen Darius Lebanauskas és Robi Joe Rodriguez, igen. Legalábbis a menetrend szerint. Mert ők elkezdték egy másik helyiségben. Átkapcsolnak majd. 5-ös. 20-as. 20-as ez. McLaydon. Hét még mindig nincsen kiszállunk Claydon. 4-1-ről van most egy icipici reménysugar a Sturmnak, hogy egyenlítsen is akár. Kellett volna az egy tripla legalább. Na és akkor most ugrik a majom a vízbe. Minusz 3-ról följöhet Egárra. Kellett volna a tripla. 20 dupla 20. Ott van. 4-4. Na most egy kicsit kezdenek fölébredni a nézők. Jó nekik. Mert az átlaga továbbra is arcpirítóan kevés. 70,07-es. De hát ha. Most már kíváncsiságból megnézem az odds-okat, amit erre a mérkőzésre adtak előzetesen. 1,21 volt Claydonnak, 3,95 volt Sturmnak. Hát Claydon is gyászosan játszik. 73-as átlag. 180! Megrázza magát Sturm! Ennek a maximumnak köszönhetően egyből felszökött az egekbe a körátlaga, már is 72,43-nál tart. És jön még egy tripla váltás. 80 pont, 160. Igen, csak neki volt 180-as a meccsen, kettő darab.
Nagyon megtorpant Clayton, csak 59. És átveheti a vezetést Sturm, bármilyen hihetetlen. Egy kicsit jobb kör kellett volna most itt. Nem jött tripla. Claydon. Hát eddig 61 volt a legmagasabb kiszállója. Ez most nincs meg. 65 mindössze, 90 maradt. És akkor Sturm. Megvan a tripla 10, a dupla 10. Közel. Megvan! Vezet 5-4-re, 1-4-ről. Nem hittem volna. Csípjében én vezet az osztrák. Köszi. Hát ez többenet. No, akkor gyorsan összegezném. Tehát 9 leg lement eddig. Volt egy 15 nyilas játék Sturmtól. Aztán Claydon jött, 17 nyíl, 20 nyíl, 21 nyíl, 15 nyíl. Majd megint Sturm jött, 20 nyíl, 23 nyíl, 21 nyíl, 18 nyíl. Hát lehet, hogy kiénekli Claydon szájából azt a bizonyos sajtot. A 4-1-ig annyira tükörsímának tűnt ez a mérkőzés. Közben Lacitól megkaptam az együttérző kommentet, hogy én szenvedek a stúdióban, miközben Dancsika megírja a meccset, és Laci, azt kell, hogy mondjam, igazad van. De én nem vagyok az a fajta, akit vigasztal az, hogyha másnak rossz, vagy rosszabb. Tehát attól még nekem is az. Sturm kiszállózása, pazar. Az biztos, tehát azzal a 71,43%-kal azzal nagyon rendben vagyunk. Azt oda dörgölheti, ha tovább jut Védorra alá, hogy ez vagyok én. És most már inkább Sturmnak áll ez az ászló. A fiúk a bányába mentek. Akkor Rodriguezt is várják. 140. Mindössze 41. Messze van a kiszállótól Claydon. Százas. Valószínűleg Sturm dobhat először rá a meccsre. Az jó kör. 134. Sturm 106-ról. Tripla 18 kellett volna. Nem jön egy tripla sem. 68 Claydon. Ha már lúd legyen kövér, legyen döntőleg. Hát, az benne van most. Dupla 2. Megvan. 5-5. Most megrázza magát egy kicsit Claydon is. És ő kezdi az utolsó leget. Hát jó hosszú. Picit megcsúszott a program. Nem nagyon, csak egy picit. Igen. Hát most már jön. Hát Zsinolban ez a negyedik mérkőzés, ami 6-5-tel fog véget érni. És ezen kívül még ugye volt egy trikó Lerbacher, ami szintén 6-5-tel ért véget az esti programból. Próbálják kiimádkozni ezt a győzelmet az osztrákok. Jaj, jaj, jaj! 26 mindössze. Nem sokat ér. Kilencvenkilenc. 125, de nem volt rossz kör. Van, akik alig bírják már az izgalmakat. Váltás tripla 20-ra.
Szép. Gyönyörű, 132-vel marad a 170 pont. Nézzük Sturmot. Ez megint átmegy az egyesbe. Ájjajjaj. Claydon. Nem kell a Big Fish neki. Hármas. Nem valami nagy kör volt ez. Lesajnálom Sturmot. Nem játszik jól, de megérdemelni a győzelmet. Lassan befejezheti ezt a melót Claydon. Leteszi magát 40 pontra. Mérkőzésnyilag fognak következni hamarosan Brett Claydontól. Hát ugye minimum 6. Nem. 99. Így 3, hiszen 170-en van Sturm. Igen, 170-re letolja, de hát az ugye nagyon-nagyon magas kiszálló. És akkor dupla 20-ra az első meccs nyíl. Brett Claydon, Anglia. Dupla 5 a győzelemért, és ott van. Megoldja. 6-5. Vezetett 4-1-re, onnan még visszakapaszkodott Rainer Sturm, de az utolsó szó Claydoné, tehát ott azon az ágon lesz egy angol mérkőzés, Claydon és Wade között szombaton. Egy gyors szünet, és utána még egy mérkőzés Grazból, Labanauskasszal és Rodriguezzel.